Én csak köszönni szerettem volna. Na mindegy. Aha. Jó, hát majd kijutok. Miért nem tudok leülni? Na. Szóval. Kezdjük előről. Tehát. Sziasztok, Csajci barackok, köszöntelek benneteket nagyon-nagyon sok szeretettel, és hát már láthatjátok, hogy tulajdonképpen hol ülök most, ugyanis egy újabb Jorviki divat hét közeledik, vagyis hát nem közeledik, hanem már itt van, a mai nap alkalmával ezt be is rakták, közben itt váltogatom a nézeteket, így körülnézünk, hogy mi a helyzet, és pont kitakar minket egy oszlop, na mindegy, nem érdekes, na, nézzük a színpadot! Hát tudom tüntetni a felhasználó feleteket, mert ez így nekem nem tetszik. Nincs megetetve a lovam, ez így nem jó. Na, így, tökéletes! Na, tehát a dolog a következő. Ha jól tudom, akkor most nekünk ezeket a küldetéseket, akik már megcsinálták, nem kell elvégeznünk újra. Viszont akik még nem csinálták meg, azoknak itt a remek alkalom, ugyanis nekik elvileg lehet. És ott volt egy Evi. Na mindegy. Tehát igazából ez a Jorviki divat hét, tulajdonképpen itt ruhabemutatók lesznek, szóval azokat lehet majd megcsodálni, minden órában van azt hiszem, és most, hogy mindenki érezze a törődést, és hogy tudjátok hallgatni a sejmes hangomat, ezért én föl fogom nektek olvasni, mi a mai frissítés. És egyébként az a poén, hogy itt most ugye megnyitottam telefonról a Star Stable-nek a hírek topikját, és nekem még mindig a lipicai locakat adja ki. És minden egyes alkalommal rá kell mennem a hírekre, hogy rendesen lefrissítse, és a normális frissít, tehát hogy az aktuális frissítés mutassa. Nos! Bődületes divathét Jorvikon az őszi-téli szezon közelettével, és valaki nagyon belemászott a kamerába, gyerekek, ez így nem jó. Átmegyek a másik oldalra. Fölmegyek a címpadra. Címpadra. Demenci vagyok. Most nem tudom egyébként, hogy rendeznek-e megint ilyen videós, versenyes, cuccos-muccos. Egyébként érdekes megfigyelni, hogy milyen karakterek vannak itt. Itt van Szabin. Nyomorodjál meg, olyan idióta hajad van. Le tudok ülni? Le tudok? Jó. Így. Nem így. Így tökéletes lesz. És remélem, hogy már megint nem leszek elárasztva, mert... Most ilyenkor nem szeretem, amikor a dolgomra koncentrálnék, és akkor beázik a cset. Beázik. Na, tehát. Akik még nem teljesítették, na itt van, amit mondtam, akik még nem teljesítették a szuper jó divat hetes küldetéseket, most megtehetik, azok pedig, akiknek már volt szerencséje ezekhez a feladatokhoz, élvezhetik a divat hét menő divatos ruháit. Minden óra kezdetekor részesei lehettek a bevásárlóközpont fantasztikus divat bemutatójának, és Raptor ismételten visszatér, megint énekelni fog nekünk, bár nem tudom, hogy ez nekünk jó-e vagy sem, ezt mindenki döntse el magának. A lovaspiac Silverglade-ben lesz, annyit még elárulok, amit ti is megtudhattok, illetve van a Star Stable Show-nak is egy újabb részecskéje. És még annyit írtak a hírek topikban, hogy a ruhákat, amiket majd itt a divat bemutató alkalmával láthattok. Én azt sajnos most nem tudom nektek megmutatni, de majd ti nyugodtan nézzétek meg egyébként. Ha jól tudom, akkor nincsen erre szintkorlát, ez bárki, aki fizeti a Starlight tagságot, megcsinálhatja és bejöhet ide, meg tudja nézni magának autó. És annyit tudok, hogy ezeket a ruhákat, amik itt a divat bemutatón vannak, ezeket meg lehet venni a bevásárlóközpontban. És hát igen, megbeszéltük, hogy elképzelhető, hogy két hét múlva lesznek új lipicaiak, vagyis hát, hogy jövő héten, mert ugye az angol is két hét volt, de én ezt most nem fogom megvárni, szóval elmegyünk és veszünk egy lipicait, úgyhogy ott találkozunk. Nos, hát itt is vagyok, és akkor most meg fogom venni az én kis új acikámat, mégpedig egy lipicai pacikát is most. Neki nem találtam ki becenevet, megmondom őszintén, úgyhogy majd ami jön. Szóval őt fogom megvenni, végül is a fekete mellett döntöttem.
Ne kérdezzétek, hogy miért egyébként, mert fogalmam sincs, igazából ő lesz és kész. Na, akkor választok neki valami jó kis nevet, ami szerintem el fog tartani egy darabig, ugyanis fogalmam sincsen, hogy mi legyen a neve. Egy fennel legyen! És most már 6000-es cél alá is lementem. Hát gyerekek, ez megbocsáthatatlan dolog számomra. Na mindegy, egyre több új lovat hoznak be, hogy az SC. Na, elmegyek a paripámért. Sok sikert az új lovaddal, nem inkább az új lovat hoznak. Mindegy. Mégis így is helyes a mondat. Nem akarok beszólni rá, mert még meg leszek kövezve. Na, akkor kihozom az én kis pacikámat, és azonnal jelentkezem. Na, itt is vagyok. Közben ide beparkoltam, mert megnézzük, hogy milyen sörény típusai vannak, mert meg akarom változtatni. Ez nekem annyira nem tetszik. Mondjuk a feketénél igazából kimondottan tetszik, de például a szürkénél, meg az almás szürkénél nem. Ezen jót röhögtem egyébként, megmondom őszintén. Jaj, ez is két oldalas, nem ár. Két oldalas? Úgy látom, hogy nem. Ami... Megmondom őszintén... Amit én nem bánok. Igen, csak egy oldalas, jól van. Na, akkor megnézzük így is. Hát, gyerekek, fogalmam sincs, hogy milyen szerint. Uaj! Igazából ez se rossz, de ez is tetszik. És mi van, hogyha ilyenre hagyom, ha? Tudjátok mit? Ilyenre hagyom, és meglátjuk, hogy tetszik-e vagy nem. Igazából ezt csak nektek akarom most megmutatni, igazából nektek szeretném megmutatni, hogy milyen sörény típusai vannak. Tehát van egyszer ez. Ez is egy oldalas. Ne szórakozzunk már. Nem, azért mondom, ez két oldalas. Van a bogyózott, ugye bár ezt a másik oldalon szinte nem kell megmutatni, de azért megmutatom így, messziről, tehát ő így néz ki. És akkor van ő. Megint csak ő egy oldalas, csak ha jól láttam. Igen. És itt van az, amin én vacilálok, ez, illetve az eredeti sörénye. Megmutatom messzebbről. Parancsoljatok, ugyebár itt ugye nem látszik. Na már most ezek vannak, és akkor majd még eldöntjük, de én egyelőre meghagyom neki ilyenre. És rögtön jelentkezem, ugyanis a jármódjait mindenképpen meg fogom nektek mutatni, úgyhogy egy pillanat, azonnal visszajövök. Na, itt már közben rá is operáltam a szettet, ugyanis ezt tervezem rá, mert most nincsen időm szett mutogatásra, úgyhogy ő lesz majd az alanyunk a Sexy Time-os videóban, és akkor majd rajta fogom megmutatni nektek, hogy milyen szett variációk vannak, és akkor esetleg amelyik tetszik nektek, azt megveszitek magatoknak is, illetve adhatok pár tippet nekem is, hogy mit tegyek ő felségére. Na, szóval, ugyebár gondolom a legtöbb veteket inkább az érdekli, hogy mi ez a különleges levade cuccos. Meg is mutatom, nem is húzom az időt, szóval erről van szó itt, amit most itt produkál nekünk. Ez szerintem teljesen cuki, ezt az ugrándozást, ezt nagyon bírom, ez aranyos, na, nekem nagyon tetszik, remélem, hogy valamennyire normálisabban fog kinézni ez a dolog, és hát a jármód bemutatás, tehát így néz ki a lépés, és remélem nem fog szarrá hagyni a játék.
egy indulás, tehát így néz ki a lépése. Mint látjátok, ez a lépés. Ügetés. Ő az ügetés. Nekem tetszik amúgy. Legalábbis így ezekkel nekem semmi bajom nincsen, mind a mai napig. Igaz, hogy még csak most vettem, de nem baj. Vágta. Idáig még nem találkoztam olyannal, hogy nekem problémám lenne vele. Ugra-bugra. Oppa, hát mondjuk ebből szerintem jóformán semmit nem láttatok. Szóval így csak még egyszer. Így. Figyeljétek már, hogy kitekeri a nyakát. Mi az a fej? Jaj, gyerekek! Akinek van lipicai pacikája és még nem vette volna észre, nyomjátok a kanyarodás gombot és húzzátok a képernyőt a szemével egy oldalra is, akkor nézzétek meg, hogy mit csinál. Na, itt a következő jármódja, hoppá! Ja igen, ez az ágaskodása. Tehát azt oké, hogy a levadét megmutattam, ez az ágaskodása. És akkor... Hol tartottunk? Ja igen, következő jármód. Ő lenne az. Elnézést kérek a laggért. Igen. Na most még, tudjátok mit? Még ezzel sincsen semmi bajom, viszont ami már annyira nem tetszett, az ez. Ez valamilyen nekem úgy nem. Tehát nézzétek meg a... Hoppa! Nézzétek meg a fejét, hogy... Nem tudom, olyan fura. Jó, most... Nem tudom. Én nem szólom le, nekem tetszik ez a ló. Őszintén nekem tetszik. Úgyhogy mindenki írja le a véleményét. Kíváncsi vagyok. Úgyhogy akik vettek pacikát, írjátok le a véleményeteket, hogy mit gondoltok. Ez nekem kifejezetten tetszik. Ez a jelmód. Nekem tetszik. Nagyon tetszik. Tetszetős. Ugri-bugri. Ja igen, és akkor még egy fékezés. Aha, az pedig így néz ki. Na, hát gyerekek, igazából mondom, nekem ezzel semmi bajom nincsen. Nem is volt tulajdonképpen. Egyedül ez a galopp az úgy valahogy nekem úgy nem. Úgy nem nyert el a tetszésemet, de ettől függetlenül egyébként én kifejezetten meg vagyok elégedve. És hogyha szeretnétek, hogy legyen maxulós videó, akkor írjátok meg kommentbe. És meglátjuk, hogy mennyire fog engem kikészíteni. Szóval, igen. Nézzétek meg! Nézzétek meg, hogy ugrál már előre, örül! Látom a szemein, hogy alig várja, hogy ha ez a hülye gyökér elkezd majd engem edzer, és akkor van, jaj, kiidegelem! Ja, igen, gondolom. Nézzétek meg, hogy ugrál örömébe. Ja, igen, és akkor még egy legelés, meg vezetőszár, már hogyha hajlandó a drágaság legelni. Ja, meglátjuk. Hogyha nem, akkor... akkor vezetőszárazunk egyet, aztán meg utána megvárjuk. Nyugodtan írjátok le, hogy nektek melyik tetszik, melyiket vettétek meg, mert azért érdekel, azért egy hét már eltelt, és többen mondtátok, hogy vártátok, hogy föltegyem a videót, hogy én megvettem, és hogy melyiket vettem, de mivel azóta eltelt már egy hét, azért gondolom, hogy voltak, akik azért vettek már. Na, nem akarsz? Nem legelsz? Na? Léci? Hát gyerekek? Nem szeretne szerintem. Nem vagy éhe, nem akarsz egy kis homokot enni? Nem? Na jó van. Na a vezető szárazunk egyet, akkor figyeljétek, hogy arra húzott. Erről van szó. Na és most legelt volna, gyerekek! Most legelt volna és elhúztam. De így is tudsz legelni. Na, nem akarsz? Na? Legelsz nekünk egyet? Legy szép. Na, farkas szemet nézek veled, gyere, úgyis félig farkas vagy név ügyileg. Na. Cunci mókuska virágocska. Ez az. Jaj. De cuki. Gyerjétek ma. Beszarok. Aha. Jaj, ágyem meg, de cuki. Legeljél még egyet?
Egy C. Na. Cuncimókus. Legelj még egyet. Ajutó! Ah! Ajutó! Ja. Szóval igen. Gondolom a felszállásban semmi érdekes nincsen, ugyanúgy szállunk föl rá. Ugye az ágaskodást már láttátok, azért megmutatom még egyszer, ez ilyen... ez ugyanolyan, mint a Freeze szerintem, legalábbis ez ugyanolyan. Viszont, nem tudom. Kicsit magasabbak is lehettek volna, nem? Mármint úgy értem, hogy nagyobbak. Vagy csak nekem furcsa, hogy ilyen kis picikék. Nem tudom. De mindegy, lehet, hogy az én szemmértékemmel van a probléma. Igazából teljesen mindegy, mert nekem itt tetszenek. Igazából a szalagot nem akartam rátenni. Vagyis hát ilyen masnik meg ilyeneket, most nincs is nálam semmilyen ilyen cuccos, szóval, ja. Gyerekek, kettő ilyen rohadt borda kell, és végre le tudom ezt a szutyarákot is adni, basszus. De egyszerűen nem akarja megadni nekem ez a szatyvat játék. Úgyhogy ja. Na mindegy, mindegy, mindegy. Ezt most elnézzük. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtekintettétek ebben fantasztikus videót. A szerdai frissítésre szerintem mindent elmondtam, amit tudtam. Illetve pacit is vettünk. A kijegyzés a folyamatban lesz. Aztán meglátjuk. Igazából próbálom most összeszedni magamat így a hétvégére a videózás ügyileg, mert hát azért mégiscsak már el voltam tűnve egy ideje. Szóval összeszedem magamat, ígérem. És akkor írjatok majd véleményt, hogy melyik sörényt válasszam, vagy esetleg maradjon-e ez a sörényke. Szóval egy szónak is száz a vége. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy élvezhető volt a videó. További szép napot kívánok nektek, sok sikert és kitartást kívánok az iskolához, és legközelebb találkozunk. Puszi, sziasztok!